A művelődési ház dolgozói Köllerné Koch Ilona irányításával díszítették fel örökzöldekkel a koronaformájú vázat. Ebből lesz ugyanis az Osterbrunnen, vagyis a húsvéti tojáskút. A Németországból eredő hagyományt immár Bonyhádon is ápolják. A kaszinó téren egy tojásfát is felállítottak. Bonyhád 2 éve csatlakozott ehhez a szép német hagyományhoz. 2 éve állítottunk először Osterbrunnent, vagyis húsvéti kutat, valamint akkor először tojásfát, és az előző évben ugye a pandémia miatt erre nem kerülhetett sor, és most ebben az évben gondoltuk, hogy mégiscsak felállítjuk. A németek húsvét előtt kitisztították és feldíszítették a kutakat. Előbbi a férfiaké, utóbbi a nők feladata volt. A díszkút felé egy korona formájú vázat tettek, és ezt díszítették örökzölddel. Ez lehetett tuja, vagy fenyő, bármilyen zöld ág, és erre tojásokat tettek. Németországban festették a tojásokat, tehát nem úgy, mint nálunk, hanem különböző mintákat, figurákat festettek rá. A német települések versenyeztek egymással a legszebb kút cím elnyerése érdekében. A kutak díszítése egészen a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza. Eredetileg a víz tiszteletét tavasszal az élet kezdetét jelentette. A tojás szintén számos kultúrában az élet eredetének szimbóluma. Így a tojással díszített kút és fa Európában máig a megújulást és a termékenységet jelképezi.